fejlesztések nagy ecseden, bővül a piac és egy 25 főt foglalkoztató csomagolóüzem kialakítása is várható a közeljövőben. Ismerkedés, az új rendkívüli és meghatalmazott dán nagykövet udvariassági látogatást tett Nyíregyházán. Betélkedő a parlagfűről, 18 csapat vett részt a Nehever parlagon környezetvédelmi versenyen. Közel 2000 négyzetméterrel bővítik Nagyecseden a termelői piac területét, és egy régi gyártelep újul meg és alakul át csomagoló üzemmé. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A beruházás munkahelyeket teremt és további bevételeket jelent az önkormányzat számára. A fejlesztés több mint 900 millió forintból valósul meg. A régi gyártelep épületei már régóta üresen állnak kihasználatlan területként. A most kezdődő topos fejlesztés célja, hogy Nagyecseden új iparterületet hozzon létre. Ez egy nagyon régen várt projekt Nagyecseden, hiszen ez a gazdaságfejlesztés jelen pillanatban két helyszínen valósul meg. A fő projektelemünk az egy felhagyott barna mezős iparterület, ami valamikor a Medicornak egy telephelye volt a TS üzemeltetésében, és most már több mint 20 éve gyakorlatilag egy felhagyott és használaton kívül lévő ingatlan. Ezt vásárolta meg, ennek a teljes komplett telephelynek a felét megvásároltuk a tulajdonostól az önkormányzatnak, és ezen a fele település területen, mintegy 7000 négyzetméteren, három iparcsarnoknak a felújítása fog megvalósulni a projekt keretében. A teljes projekt költségvetése az nettó 700 millió forint. A költségvetésnek a jelentősebb része ezen az iparterületen valósul majd meg. Itt mind a három épületet felújítjuk, és jelen pillanatban már megállapodásunk van egy betelepülő vállalkozással, aki csomagolás technikai üzemet hoz létre, tehát gyakorlatilag egy munkahelyteremtő beruházásról beszélünk. A projekt másik eleme a termelői piac bővítése. Kovács Lajos, a település polgármestere azt is elmondta, hogy a termelői piac nagyon népszerű a lakosság körében, ezért is van szükség a terület bővítésére. A másik kisebb eleme, az pedig ez a helyszín, ahol éppen most állunk, ez a nagyecsedi termelői piac, ami szintén nagyon beváltotta a reményéket, hiszen korábban egy másik projektforrásból újítottuk fel, ez is egyébként egy felhagyott barna mezős terület volt, ez valamikor egy kenyérgyár funkcionált itt, és szintén több 10 éve már használaton kívül leromlott épület volt. Egy korábbi projekt kapcsán jött létre ez a mostani termelői piacunk, ami nagyon kedvelt és nagyon kihasznált, olyannyira, hogy kinőttük, és ebből a projektből most bővítjük magát a piacot, csak parkoló résszel is, lesz eladótérnek a bővítése is, és ami most a mai korban már elvárható, elektromos töltőállomások is lesznek az autótöltésre, 4 elektromos töltőállomást is kiépítünk. A terület és településfejlesztési operatív program pályázatai nem csak Nagyecseden, hanem az egész vármegyét érintően számtalan olyan kezdeményezés forrásaként is szolgálnak, amelyek komfortosabb, élhetőbb lakókörnyezetet biztosítanak az adott településen élők számára, mondta el Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke. Itt valóban az a fókusz az a településeken van, és azon, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek egyrészt a közösség életében nagyon fontosak, élhetővé tegyünk akár egy kisebb települést, egy nagyobb települést, egy várost, az ott élőknek valóban, az ott élők azt érezzék, hogy fejlődnek, és valóban javul az életminőségük, ezt célul is tűztük ki, és hát a másik pedig a területfejlesztés, amely pedig ezeket összhangba kapcsolja, tehát hogy nem csak pontszerű fejlesztések legyenek, hanem ezek a fejlesztések kapcsolódjanak egymáshoz, a vármegye vérkeringését erősítsék, és azt egy kicsit fejlettebbé, mozgalmasabbá tegyék. És hát itt, hogy Nagyecseden vagyunk, Nagyecseden pedig valóban, hogyha egy kicsit körülnézünk, vagy visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor azt láthatjuk, hogy szinte minden területen történtek tervek, történtek fejlesztések, akár megvalósult, akár folyamatba lévő fejlesztések. A most megvalósuló fejlesztéseken keresztül növekszik az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő kis- és középvállalkozások száma, és ezzel a gazdasági aktivitás is. A projekt befejezésének határideje 2025. szeptember 30.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal felszámolt egy illegális cigarettagyárat és lefoglalt 1 milliárd forint értékű adózatlan dohányárut. Egy Szabolcs vármegyei községben a bevetési igazgatóság pénzügyőrei feltartóztattak egy járműszerelvényt, amelynek rakterében 500 ezer doboz 1 milliárd forintot meghaladó értékű adózatlan cigaretta volt. Ezzel egy időben a nyomozók egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei telephelyen felszámoltak egy engedély nélkül működő cigarettagyárat, és menekülés közben elfogtak három ukrán állampolgárt, akik az illegális gyártásban aktívan közreműködtek. A raktárból további már készen lévő 1,1 millió szál cigaretta, valamint 6,3 tonna vágott dohány és a gyártásához szükséges alapanyagok is előkerültek. A nyomozók különösen nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt három ukrán állampolgárt és két magyar férfit vettek őrizetbe. Letartóztatásukat kezdeményezték az ügyészségnél. Szeptember óta új rendkívüli és meghatalmazott nagykövet képviseli a Dán királyságot Magyarországon. Christian Thorning kinevezését követően szinte az elsők között kereste fel a Dán Lego vállalat egyik legnagyobb gyárkomplexumát Nyíregyházán. A tapasztalt diplomata ezt követően hivatalos látogatást tett Kovács Ferenc polgármesternél is. Udvariassági látogatáson Nyíregyháza polgármesterénél. Kovács Ferenc irodájában fogadta a Dán királyság szeptemberben újonnan kinevezett rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, valamint a Dán nagykövetség két kereskedelmi tanácsadóját. Abból a szempontból udvariasság, hogy a nagykövet úr nemrég foglalta el a helyét Budapesten, és első útja szinte ide vezetett Nyíregyházára, de hát tudjuk, ez nem véletlen, Nyíregyháza legóváros, és az elmúlt években is mindig az itt lévő nagykövetekkel kiváló kapcsolatban voltunk, akik többször is, tehát az ő elődje, tavaly a Lego játékváros programon is itt volt. Természetesen ez lehetőséget ad sok mindenre, egy ilyen udvariassági találkozó. Én azt gondolom, hogy ezt kölcsönösen ki is használtuk, tehát mondhatom nyugodtan, hogy egy tartalmas megbeszélés van, ahol igyekeztem bemutatni a városunkat. Különösen a költőlet érdekelte a befektetési lehetőségek helyzete. Erről még külön is beszélgettünk. A dán-magyar diplomáciai kapcsolat 2020-ban ünnepelte 100 éves évfordulóját. Az eltelt idő alatt mintegy 70 dán cég érkezett Magyarországra, amelyek jelenleg 15 ezer embernek adnak munkát. A legnagyobbak között említhető a Lego nyíregyházi gyárkomplexuma, ahol több mint 3200-an dolgoznak. I had the pleasure to visit the Lego factory today. Ma örömömre szolgált, hogy meglátogathattam a nyíregyházi Lego gyárat, ahol nagyon jó benyomásokat szereztem. Ez egy hatalmas beruházás, ez egy hatalmas cég, és lehet látni az ő szándékukat, hogy a továbbiakban is itt dolgozzanak, és nem csak dolgozzanak, hanem terjeszkedjenek is. Ez fog történni a jövőben, és a benyomás, amit szereztem, az nagyon jó, és ez egy olyan nagy cég, ami nagy sikerrel is dolgozik. Christian Thorning azt is elmondta, hogy egy olyan könyvet ajándékozott Nyíregyháza polgármesterének, amely egyrészt bemutatja a boldog élethez vezető dán utat, másrészt pedig azt, miként lehet létrehozni otthonos munkakörnyezetet. A nagykövet szerint ugyanis a dánok számára a munkahely nem csak egy hely, hanem otthon is, ahol a dolgozók megélhetik az egymás és a környezet iránti felelősségérzetet. A polgármester úrral folytatott tárgyalások során elmondtam azt is, hogy ahogy én látom, a bővüléshez, az ipari terjeszkedéshez, a nagy célokhoz nagyon fontos a munkaerő megléte, hiszen gondoljunk arra, hogy több és több beruházás érkezik Nyíregyházára is, nyugat-európai partnerektől például, tehát hogy a munkaerőnek rendelkezésre kell állni. Polgármester úr is említette a tyúk és a tojás kérdéskörét, honnan induljunk ki, tehát a beruházás vagy a meglévő munkaerőtől. Én azt mondom, hogy először a munkaerőnek kell megvenni, és utána jönnek a beruházók. Christian Thorning hozzátette, Kovács Ferenccel megállapodtak abban, hogy legközelebb jövő tavasszal találkoznak Nyíregyházán.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szinte minden területéről összesen 54 diák vett részt a Neheverj parlagon vetélkedőn. A feladatokban nem csak a parlagfűvel kapcsolatos tudásukról adtak számot, más környezetvédelmi kérdésekre is válaszolniuk kellett. A három középiskolás és 15 általános iskolás csapat között voltak címvédők és első alkalommal versenyzők is. Akkor én ezt most elindítanám, és akkor kezdhetjük az első feladatot. Jó, tehát először képkirakás, utána pedig a feladatok megoldása. Ahogy a képet kiraktátok, a csapatkapitányok azonnal jelzik, hogy készen vannak, és utána kezditek el a feladatnak a kitöltését. Három közép és 15 általános iskolás csapat ült be a vármegyeházára, a Neheverj parlagon című vetélkedőre, hogy számot adjon tudásáról. Korábban a NÉBIH, idén pedig az Agrárminisztérium támogatta a programot. 11. alkalommal kerül megrendezésre ez az előremutató, és tényleg az országban egyedülálló rendezvény. Azt tudom mondani, hogy amíg meg lesz ez az akarat, és az abban biztos vagyok, hogy a Vármegyei Kormányhivatal és a kollégák részéről meg lesz az akarat, és a minisztériumnak lesznek forrásai, mindenképpen támogatni fogjuk, hiszen azt kell mondjam, hogy ez a pénz nem lehet jobb helyre, mint az ilyen rendezvények, hiszen mérható társadalmi változásokat csak, és hosszú távú társadalmi változásokat csak szemléletformálással, tudásátadással tudunk elérni. Sokszor azt látjuk, hogy a földhasználók azért nem teljesítik, vagy nem tudják teljesíteni a parlagfűmentes kötelezettségét, vagy éppen ugye jogsértésbe keverednek, mert nem tudnak esetleg ezekről a feladatokról. A fiatalok a mezőgazdasági problémák mellett a humán egészségügyi kockázatokat is megtanulják a felkészülés során. Az országban egyedülálló versenyszervezői szerint pedig ezt később továbbadják a társaiknak és szüleiknek. A verseny elmúlt több mint 10 éve alatt voltak nagyon szoros eredmények, nem mindegy azonban, honnan szerzik a tudást a diákok. Nagyon jó felkészültek, természetesen nagyon lelkesek is, a fiatalok maradjanak is, maradjon ez is így. Egyetlen egy dolog, ami problémát szokott okozni néha, hogy az internetről olyan információkat olvasnak, ami nem valós. Például azt, hogy a parlagfű az a világ egyik legjobb gyógynövénye, meg nagyon sokféle dologra lehet használni, ami kedvező számunkra. Ezt semmilyen tudományos vagy objektív vizsgálat nem támaszza alá. Az újfehértói Darwin Team visszatérő csapat, ráadásul címvédők, idén egy új taggal. Nekem az unokatestvéremék voltak már kétszer, és kétszer meg is nyerték, és őt is kérdeztem, meg a mindenkit, aki volt. Hát próbáltam minél több információt szerezni, és minél több helyről nézelődni, képeket, a parkokat, mindent, amit csak lehetett. Az új versenyzők mellett vannak rutinos résztvevők is. A fűvesek egyik tagja tavaly előtt jött először, az akkori tudása még megvan, így most két héttel ezelőtt kezdte az aktív felkészülést, hiszen voltak új témakörök. A tavalyhoz képest ma kaptunk hulladékgazdálkodás és hulladéktannal kapcsolatos anyagokat is, az az egyetlen újdonság számomra. Ez egy kicsit érdekes volt, nem tudom mi lesz a feladat velük kapcsolatban. A Neheverj parlagon versenyt idén a címvédő újfehértói, istenszülő oltalmáról elnevezett görög-katolikus óvoda és általános iskola Darwin Team csapata nyerte, a középiskolásoknál pedig szintén a címvédők taroltak, a füvesek vihették haza a legértékesebb nyereményeket. Motorossal ütközött egy személygépkocsi hétfőn délelőtt Nyíregyházán a Sóstói úton. A motoros Sóstó felől tartott a város irányába, amikor egy a kórház felé lekanyarodni szándékozó gépkocsi neki ütközött. A motoros 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülésekkel szállították kórházba. November 6-áig jelentkezhetnek még a felső tagozatos és középiskolás diákok az Értékes Barangolás című vetélkedőre. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye önkormányzata, valamint a Vármegyei Értéktár Bizottsága az Agrárminisztériummal és a Hungarikum Bizottsága közösen idén is megrendezi az Értékes Barangolás nevű többfordulós versenyt, amely minden évben diákok százait vonja be a helyi értékek megismerésébe. Let's go!
Tavaly 3-3 csapat érkezett az általános és középiskolás korcsoportból a nyíregyházi döntőbe, ahol Vajai, Tiszaszalkai és Máté Szalkai, valamint két nyíregyházi és egy vásárosnaményi iskola diákjai mérték összetudásukat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár idén 8. alkalommal szervezi meg az Értékes Barangolás című vetélkedőjét, jelentette be Baracsi Endre a vármegyeházán tartott sajtótájékoztatón. Átlagosan itt majdnem a 100-at eléri a jelentkező csapatok száma, ami azt jelenti, hogy azért itt nagyon aktívak az iskolák, akár általános, akár középiskoláról beszélünk, és ez ugye azt jelenti, hogy akkor több mint 800 csapat az, hogyha egy kicsit matekozunk, akik itt az évek folyamán az Értékes Barangolás vetélkedővel valamilyen formában találkoztak, és ez a 800 csapat, persze nem mindenki tudott ezekből bejutni a középdöntőkbe, de ha csak a középdöntőket nézzük, és azt a fizikai létszámot, akkor is azt kell mondanunk, hogy azért a középdöntős csapatokkal együtt itt az évek alatt azért jó pár száz diákkal találkoztunk már, akik effektíve helyben is meg tudták mutatni, fizikai formában is meg tudták mutatni azt a tudást egy-egy középdöntőn, amely a vármegye különböző településein zajlott be, és ezzel lényegében már be is jártuk a vármegyét. A verseny első fordulóját online tartják november 14-én, a második fordulót 2025. januárjában, a döntőre pedig várhatóan jövő tavasszal kerülhet sor. Az Értéktárbizottság külön segédletet állított össze a diákoknak és felkészítő tanároknak. Hogyha csak úgy szabadjára lenne engedve, akkor valóban elég nehéz lenne felkészülni, bár az sem lehetetlen, hiszen azért itt hungarikumokról, nemzeti értékekről, vármegyei értékekről, települési értékekről beszélünk, amelyek mind ennek a rendszernek a részei, de igyekszünk valóban a felkészülési segédleten belül maradni, amely egyébként több száz oldalas, tehát az se egyszerű egyébként megtanulni vagy átböngészni, de nagyon jó tapasztalataink vannak, és hát valóban ezt a folyamatosan bővülő értékhalmazt, ezt nagyon jó látni, hogy mindig nagyon alaposan és nagyon felkészülten kezelik a résztvevő és jelentkező csapatok. Hogyha csak a vármegyei értékekről beszélünk, az is már egy hatalmas szám, hiszen 180 értéknél tartunk kereken, és ez a 180 érték, ez még továbbra sem a végleges szám, hiszen folyamatosan bővül ez az értéklastrom. Virág Zsuzsa hangsúlyozta, az Értékes Barangolások vetélkedőnek az is célja, hogy a vármegyei értékek köré közösségeket szervezzenek. A Nemzeti Művelődési Intézet célja, hogy minél több közösség alakuljon, hiszen a közösségeknek megtartó ereje van. Az még fontosabb, hogy a településen lévő értékek köré alakuljanak olyan közösségek, akik ezeket az értékeket hagyományokká alakítják, és büszkén őrzik és ápolják. A vetélkedőre november 6-áig nevezhetnek a felső tagozatos, valamint középiskolás csapatok. A jelentkezéshez segítő tanár is szükséges, nevezési díj idén sincs, a díjazottak értékes könyv és tárgyajándékokban részesülnek. A vármegyei döntő első helyezett tanulói tovább jutnak az országos döntőbe. Egy pontot szerzett a Nyíregyháza Spartacus az NB 11. fordulójában, Timár Krisztián együttese az Alaegerszeget fogadta, és a mérkőzés egy 1-es döntetlennel zárult. A további eredmények a következők: Puskás Akadémia DVTK 1-1, Fehérvár FC DVSC 2-0, MTK Budapest Újpest 4-1, Paks Kecskemét 1-0 és Eto FC Győr Ferencváros 1-1. A tabella élén a Ferencváros áll 22 ponttal, megelőzve a szintén 22 pontos egy meccsel többet játszó Paksot. A 11 pontos Nyíregyháza 9. helyen várja a folytatást. 60 méteres rekordtámborítású futópályával és egy hozzátartozó távolugró gödörrel bővült a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola sportlétesítmény rendszere. Az intézmény diákjai testnevelés órákon és a délutáni edzéseken használhatják a pályát, amelyet a környéken lakók is igénybe vehetnek. Az ünnepélyes átadón egy kis bemutató az iskola diákjaitól. A nyíregyházi Móriczba mintegy 450 gyerek jár. A testnevelés órák mellett délutánonként futball, röplabda és kosárlabda edzéseket is tartanak az iskolában, így az új pálya kihasználtságával alig ha lesz gond.
két ütemben valósult meg ez a rekordtámborítású futópálya távolugró göderrel a végén. Első ütemben 9,3 millió forintot kaptunk egy közel 4 évvel ezelőtti sportért felelős államtitkársági megkeresést követően, majd ebben az évben tavasszal ismételten megkerestük az államtitkárságot, és 14 millió forinttal támogatták, így be tudtuk fejezni második ütemben ezt a rekordtán futó pályát. Mint Nyíregyháza polgármestere elmondta, minden a városban történő sportcélú beruházást támogat az önkormányzat. Itt a Móriszban is felújítottuk korábban a tornatermet, ott is nagyon fontos volt, hogy az a parketta legyen, ami nem rontja a gyerekek egészségét, korábban sajnos olyan volt, ami ezt tette, és hát azzal, hogy egy újabb rekordtáv futópálya van, azzal tovább nőtt a Nyíregyházán a rekordtáv futópályák száma. Ez azért fontos, mert ez az egyik legegészségesebb burkolat, amin lehet sportolni. Most már közel 5 kilométer van, mert hogy ugye az idén át tudtuk adni a stadion körül épített 630 méteres rekordtáv futópályát, de hát ugye ez ott kezdődött, hogy a Sóstói tó körül megépítettük, az volt a tanuló beruházásunk, ahol közel 1 kilométer, 1,5 kilométer van a bújtosító körül, 500 méter a Besenyei téren, és hát van itt a Malomkertben, Nyíregyházán, több helyen is. Illé Zoltán kiemelte, hogy nem csak a diákok használhatják a futópályát, az új létesítmény délután 4 és este 8 óra között a környéken lakók rendelkezésére áll. Megszerezte 7. bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az MB2 11. fordulójában Szentlőrincen nyert 2-1-re. A további eredmények a következők: Mezőkövest Kozár Mislány 0-1, Békés Csaba Budapest Honvéd 1-1, Kazinc Barcika Szeged 2-1, Csákvár Tatabánya 2-2, Soroksár Ajka 3-1 és BVSC Zugló Budafok 0-0. A tabella élén a 21 pontos Kisvárda áll, megelőzve az egyaránt 20 pontos Kazinc Barcikát és Kozár Mislányt. Október 28-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, kedden este ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden a köd és réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, várhatóan a döntő részük kora estére megszűnik. A legtöbb helyen napos idő várható, gyenge marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 18 fok között alakul.